Következő előadó Gyarmati Péter, a korai számítástechnika az importgépek szempontjából. Engedjétek meg, hogy egy pár szót szóljak, kvázi bemutassam Gyarmati Pétert. A KSH-ban kezdte pályafutását, ahol villamosmérnökként, rendszertechnikai vezetőként hosszú éveket dolgozott. 1961-től a Bullnál, a Univac-nél, az ICL-nél, majd az IBM-nél ismerkedett meg a számítástechnikával. Doktorátusát a Manchesteri Egyetemen, majd az ELTE-n szerezte. Számkiban szervezte az operációs rendszerek téli iskoláját, a Neumann Társaságban az állami igazgatási szakosztály titkáraként dolgozott. Van egy szabadalma hordozható adatrögzítő, a MobiX, amelynek különböző változatait nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában is alkalmazták. Az eszköz a tenyérgépek PDA-k cserélhető memória elve lévén a pendrive-ok ősének tekinthető. ENSZ ösztöndíja elvitte az USA-ba is, ahol az IBM kutatóintézetében, majd a Stanfordi Egyetem kutatóprofesszoraként töltött hosszú időt. A számítástudomány emeritus professzoraként 2009-ben elnyerte a Leading Scientist of the World címet. A kitüntetés átvételekor meghívták az angliai Cambridge University Millennium Mathematics projekt egyik kutató részlegének élére. Megbízatása lejártával most tért haza. Informatikáról, hálózatokról írott könyvei itt kaphatók. A korai számítógépek sorozatunk ötletadója mai előadásában megkísérli felidézni a hazai számítástechnika hőskorát. Kérem Gyarmati Pétert, hogy tartsa meg előadását. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Szeretnék egy Kierkegaard mondást idézni. Azért szeretném ezt idézni, mert úgy érzem, hogy ez jellemző az egész, talán az ITF teljes munkásságára, de a mostani összejövetelünkre feltétlenül. A következőképpen szól ez. Az életet csak visszafelé lehet megérteni, de élni csak előre lehet. Ahhoz, hogy megértsük ezt az egész korszakot, muszáj egy kicsit a körülményeit, a környezetét tekinteni. A zene erről a személyről, John Bernardról szólt, aki Tipperaryban született, ezért szólt ez a zene. Ő egy kristallográfus és szociológus feregyerek volt, Britanniának egyik legvagányabb tudósa, aki aztán, ha valaki emlékszik rá, Sztálin díjas lett 1953-ban. Hogy miért lett? Mert 1939-ben, ha jól emlékszem, megjelent egy könyve a Tudomány társadalmasítása címmel. Ebben hangzott el, vagy íródott le először a tudományos technikai forradalom fogalom. Ezt a szocialista világ, konkrétan a Szovjetunió, ezt hát a sajátjának kezdte tekinteni, és úgy gondolta, hogy a szocializmus a természetes helye a tudományos technikai forradalomnak, és ennek az eszméje teljesen átvette, és mint mondtam, Sztálin díjjal is kitüntették szemét. Egy másik irányzat is működött ebben az időben, ezt Daniel Bell és mások képviselték,
ez is azt hiszem mindannyiunk számára közismert, ez az úgynevezett posztindustriális társadalom. Ez ott a neve, egyszerűen csak az, hogy az ipar utáni társadalom, ugye neve, igazából rendes neve itt akkor még nem született, ez csak később derült ki, hogy ez lesz a mi információs társadalmunk, a fogyasztó és a fogyasztói társadalom egyben. Hogy is gondolkoztak ezek az emberek ebben a témában? A Daniel Bellnek erről szóló könyvének ugye egy spanyol kiadását választottam, de nem véletlenül, azért, mert ha tetszik látni a benne lévő gyár felépítés, az egy lyukkártyákból van kiformálva. Miből is indult ki ez az egész dolog? Gyakorlatilag abból, hogy megvizsgálták először az Egyesült Államokban, aztán később a teljes civilizált világban a foglalkoztatottak az arányát. Aztán mindannyian tudjuk már, hogy három fajú foglalkoztatást különböztettek meg. Most már beszélünk egy negyedikről is. Ugye az első azok, akik, hát én nagyon tömören azt mondanám, a közvetlen termelők, akik a mezőgazdaságban a földet túrják, a traktort vezetik, a gyárban, a gépeken dolgoznak, a bányában, és így tovább. Tehát akik közvetlen a termelésben vesznek részt. A második csoportba tartoznak azok a foglalkoztatottak, vagy dolgozók, akik mindezeket kiszolgálják, szervíz, kereskedelem, stb. A harmadik kategóriába azok tartoznak, akik ezekbe egyikbe sem, talán így nevezhetném. Tehát azok, akik itt ezt a felső ábrán egy valami karikatúrista rajzából látszik nagyon jól, hogy így képzelték el ezt a gazdaságot, hogy ott van a gyár, és azt valamilyen módon ezek a, nevezzük ma a nevén, számítástechnikusok, informatikusok fogják ilyen gombnyomkodással vezérelni. Hát valami ilyesmi létre is jött egyébként, erről is fogunk beszélni. Tehát tulajdonképpen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy létrejött egy kétfajta társadalmi közelítés. Ennek a technikához, meg igazából most semmi köze nincs, itt az emberekről beszélünk. Azt, hogy az emberek merre, milyen módon éltek, viselkedtek, hol dolgoztak, mit csináltak. És természetesen a hatalom, hogy viszonyult ezekhez a dolgokhoz. Hát én most előre szeretném mondani azt a dolgot, hogy véleményem szerint a szocialista társadalomban arra gondoltak, hogy ez az egész számítástechnika világa, az eszközvilága. Az a dolog, amelyik tehermentesíti az embereket a számolástól, megjavítja ugye az ember tévedési dolgai helyett, egy biztosabb dolgot fog csinálni, és hát gyorsabb lesz a számolás, ezáltal többet lehet számolni, sok mindent jobban meg lehet oldani. A másik társadalom, amelyik a fogyasztói társadalomhoz vezetett, tehát a posztindustriális, az pont ezt célozta meg. Hát és ez is látjuk a grafikonon az eredményt. Tehát arról van szó, hogy a számítástechnikát arra használjuk, hogy irányítsuk és szabályozzuk az életet. A gazdaságit és az összes többit. Továbbá lehetőség szerint magát a termelést és az avval kapcsolatos mindenfajta tervezést automatizáljuk. Hogy ez mennyire így van, ez a grafikon, nem tudom mennyire látszik ott a jobb alsó sarokban, az azt mutatja, a legszéle már 2010-es adat. Tessék megnézni, hogy gyakorlatilag itt van egy összegben, nincs 100%, ugye százalékos eloszlású a dolog, összesen nincs 20%, ha jól látszik, a első és második fajú foglalkoztatottaknak a száma, a harmadik rendű foglalkoztatottak száma pedig 70% fölött van. És mint említettem, van egy negyedik rangú is a dolog, akik mindezek fölött vannak lévő emberek, akiknek még nincsen ilyen társadalmi neve, de már megjelentek azok az emberek, akik már csak nem is irányítják ezt a társadalmat, hanem, ha nem tudom, talán úgy fogalmaz, élnek belőle. Most nehogy azt higgye valaki, hogy én most lealacsonyítottam a szocialista társadalmat, a fogyasztói társadalommal szemben, vagy bármelyik elé helyeztem, nem tettem, csak az állapotokat jegyeztem meg. Hogy mégis jó volt valamire a szocialista társadalomnak a működése, azt a mindmáig is ható brain drain az nagyon jól jellemzi. Azért itt fontosnak tartottam, hogy ezt fölírjam.
Végül is mindösszesen azt mondanám, hogy ez a mi mai információs társadalmunk, ide vezetett ez a dolog. Ha valaki ebbe el akar mélyedni, ajánlom ezt a Masuda professzornak a erről szóló könyvét. Jól látszik itt alul ez a 2-3-as megoszlás, ugye a fogyasztás és, és az informatika körének a 3-asa. Menjünk kicsit közelebb a mi világunkhoz, és nézzük is meg tulajdonképpen, amit szerintem mi indította el ezt az egészet. Ha képletesen szeretném mondani, akkor azt mondanám, hogy az egész dolgot egy Los Alamos felé száguldó vonaton ülő személy az, aki ezt okozta. Tudik, Neumann János ezen a vonaton ülve írta meg azt a bizonyos jelentését, amelyik az Edvard gépről szólt. Ebben lényegi dolgok születtek. Olyan lényegi dolgok, amelyek a mai életünket is, legalábbis a miénkét meghatározza. Hogyan? Ezt szeretnék néhány szót erről mondani. Nem hiszem, hogy itt most idő lenne arra, hogy kifejtsük, hogy mi is állt pontosan ebben a jelentésben. Annyi megjegyzés talán tartozik ez a first drafthoz, hogy ilyen gép soha nem épült meg. Tehát az EDVAC sem ilyen gép. Annak ellenére nincs olyan számítógép ma, nem született, amelyik ebben ne lenne benne valamilyen értelme. Tehát innen származik. Nem tudtam megállni, hogy néhány gondolatot mondjak Neumann Jánosról. És végül is nem véletlenül oda tettem a Goldsteinnek a nevét. Goldstein, ugye amerikai Uri Goldstein eredetileg. Vannak mindenféle állítások, ugye azt szoktuk mondani, hogy a tárolt programozásnak a föltalálója, és mindenféle föltalálásokat mondunk. Szerencséjére, szerencsénkre nem volt föltaláló, és nem volt egy Edison típusú ember. Végül is mit tett? Gyakorlatilag egyszerű kijelentéseket, amik korszakalkotók lettek. Ugye a legalapvetőbb, hogy a jelentés maga a számítógép felépítési mi mintává vált, ahogy itt fölírtam. Egy nagyon fontos tartalma is van ennek a dolognak, ami eddig nem így volt, az, hogy külön vált a műszaki világ és a, nem tudom, logikai világ, matematikai világnak mondanám. Ugye, hogy is értem ezt a dolgot? Az, hy kiderült, hogy ezt a technikát nem mérnököknek kell katócsugárral, ellenláson folyó áramokkal, impulzusokkal és így tovább tervezni, hanem egyszer tisztán logikai úton. Ugye ma már ezt mindenki ilyen csodálkozva néz ezen a dolgon, ez itt kezdődött ebben a jelentésben. Egy harmadik tényezőt, amit nagyon fontosnak tartok a munkásságában, az, hogy létrejött, megfogalmazta, hogy is kell ezeket az eszközök, ezt a számítógépet használni. Megint mit értek alatta? Gyakorlatilag, ha én most lefordítanám ezeket a mondatait, akkor azt mondanám, hogy az a gép, amelyik nem jó és nem megbízható, az nem számítógép. Az a számítógép, amelyiknél nincs szükség, nem romlik el, hanem jó. Tehát lehet rá számítani. Talán ebből származik a szó is, a magyar neve is. Ebből következik az a dolog, hogy ez a hőskorra egyébként, bocsánat, még egy mondatot hagyd mondjak erről, a hőskorra ez nagyon is jellemző volt, tessék csak az Ural Egyre gondolni, hogy az rettentő jó tanuló eszköz volt. Miért volt jó tanuló eszköz? Azért, mert állandóan elromlott, és így meg lehetett ismerni. Most tessék arra gondolni, hogy a kezünkbe kerül már egy jó gép, ki ismeri például ott van a Bálint kezében egy laptop, ki ismeri ennek a gépnek a lelki világát? Senki. Ha használni tudja egy bizonyos vonatkozásban.
ugye, illetve hát maradjunk abban, hogy alig. Ugye ezeknek a javát ma automaták csinálják, Isten bizony, az úgynevezett gépi, azokban a mikroprogramok, amik be vannak építve a, például egy Intel CPU-ba, azt már aki írta se tudja, hogy ez hogy működik. Egy a lényeg, ez valamikor kitesztelték, és jó. De hát ki tudja a Windowsnak az alapjait ma már, ki tudja, hogy a DOS-ból mi került oda át. De most ezért mondom, hogy itt van a Neumanni gondolat az, hogy megmondta, hogy egy jó, megbízható számítógépen úgy tudunk dolgozni, mint ahogy egy termelést csinálunk. Az, hogy a feladatot megfogalmazzuk, hogy a hozzá szükséges anyagokat beszerezzük, itt adatokról van szó, a hozzá szükséges eljárást megfogalmazzuk, azok a programok, és utána jön a megbízható gép, amelyik ezt végrehajtja, és ennek az eredményét pedig, a terméket kitesszük az asztalra. Tehát megfelel teljesen egy termelési rendszernek. Hát és a legnagyobb eredményét én azt tartom Neumann Jánosnak, hogy a számítógép közkincsé vált. Mit is értek alatta? Az történt, hogy a Los Alamosba érkezve ezt a first draftot elküldte Goldsteinnek, avval a megbízással, hogy a partnereiknek, McCauley-nek és Eckertnek adjanak át egy-egy példányt, és a további 5 példányt pedig tegyenek közzé itt és itt és itt. Most abban nem menjünk bele a részleteibe. Mi történt ezzel a dologgal? Hát az, hogy a kollégái, Eckert és McCauley, hát a mai nyelven azt mondják, hogy ugrottak egy hátast. Mit is értek alatta? Az, hogy vége lett a szabadalom lehetőségnek. Tessék elképzelni azt a dolgot, hogyha szabadalmazták volna a számítógépet. A Földön nincsen annyi pénz. Nincsen annyi pénz, biztosan. Nem nyomtattak valaha annyi pénzt, mint amennyi pénzt be lehetett volna ebből szedni. A társai próbálkozt, ugye azott aztán már nem is álltak többé szóban Neumannal, próbálkoztak mindenfélével, szerencsé, dicséretükre legyen mondva, hogy becsületes eljárásokat csináltak, a Univac például az ő szüleményük, és az a cég, amelyik aztán a IBM lett, az is az ő szüleményük, az első talán 9000-es, vagy mi volt azt neve, nem is tudom, az is az ő alkotásuk. Azt értem ez alatt, hogy becsületes úton, hogy nem szabadalmi jogokból, meg másoknak az ötletéből, hanem munkával építette konkrétan gépet, használhatót, amit el tudtak adni. Ez nem kis érdem, ez az igazi érdem, és nem az, hogy Bill Gates-ek vagyunk, bocsánat a kifejezésért. Hogy miért ragoztam ezt, még annyit engedjetek meg, hogy elmondjam erről a dologról, hogy itt ez a tábla, ez egy nagy méretű tábla, Manchesteri Egyetem falára van kitéve. Most akkor ki is az első? Ugye ez egy kérdés. Abban maradtunk legutóbbi beszélgetésünkkor, hogy, és ez az én egyéni véleményem is, hogy elsőséget keresni egy hülye verseny, bocsánat a kifejezésért, de ez a privát véleményem. Nem elsőt kell keresni, soha nincsenek, nem lehetnek elsők, mert hogyha azt elképzeljük, hogy egy szemét, akire azt mondjuk, hogy ő volt az első valamiben, bezárnak egy elefántcsont toronyba 10 évvel azelőtt, hogy azt megalkotta azt a dolgot, akkor vajon megalkothatta volna-e? Majdnem biztosan állíthatjuk, hogy nem, mert ezek a dolgok egy kornak a környezetéből tevődnek, ezt úgy hívjuk, hogy környezetfüggő minden alkotás. Tehát valakik benne vannak. Biztos, hogy ő mondta ki először, ez nem is vitatható. Tehát a tárolt programnál ugye a angolok vindikálják maguknak a jogot, sőt, ezt a Frederick Williamet még lordá is avatták. Még egy gondolatot azért mondanák, mindenki ismeri ezt a nevet, hogy Bakusz.
IBM-nél dolgozott, ezeket az 77-ben megjelent egy írása, ezzel a címmel, amit ide írtam. A programozásnak is van egy gondja, nevezetesen az, hogy a Neumann elv és a Neumann gép hogy működik utasításokkal. Tehát egy deklaratív gép. Most ugye az a probléma, hogy az ember gondolkodása nem deklaratív, ugye az csak a börtönőré, meg a miniszterelnöké. Valószínű mindegyiké nem konkrétan egyre gondoltam. Tehát probléma van a Neumann gépekkel, minden, persze, mert hogy mindennek van határa, mindennek probléma van. Hogyha sokáig ülünk a kemény széken, szeretnék fölállni, mert kemény, ugye, és így tovább, viszont egyébként egy jó szék. Lehet, hogy Sántit a hasonló, de próbáltam érzékelni ezt a gondolatot. Most nem tudom, hogy bármit is kéne bizonyítanunk, amikor azt a megállapítást tehetjük, hogy ma 2012-ben is a számítógépek Neumann elvű számítógépek. Tehát mégiscsak jó az valamire. Ennek viszont van egy következménye, és ez nagyon fontos, és ezt mindenkinek észbe kell tartani, hogy a gépek soha nem a terveink, elképzeléseink szerint működnek, hanem az utasításaink szerint. Tehát bármit is elképzelünk, utasítani kell a gépet, ez csak akkor úgy működik. Muszáj még egy picit előzményekről beszélnünk. Előzmények, ez a számítástechnika, előzménye a számítástechnika. Miért mondom ezt? Mert szójáték a dolog. A számítástechnika mindig is létezett, már az ókorban is. Az elektronikus számítástechnika, a digitális elektronikus számítógépeken azt értjük mi, amikor azt mondjuk, hogy számítástechnika. Ugye akkor erről beszélünk. Tehát én szeretnék a digitális elektronikus számítógépeket, működő elektronikus számítástechnikát, megelőző számítástechnikáról néhány szót szólni. Tehát kicsit bonyolultak hangzik, de erről van szó. Mi is ez, amiről én fogok szólni, nem csak egy volt, hanem több ilyen volt, ez a lyukkártya technika. A lyukkártya technikáról, a működéséről egy néhány szót szeretnék szólni. Azért, mert ez egy jelentős dolog volt, az a számítástechnika, amiről mi beszélünk, az ehhez csatlakozva kezdődőtől, meg fogom mutatni itt Magyarországon. Hogy is nézett ki ez az egész dolog? Úgyhogy az egészet picit statisztikai közelítésbe állítottam be. Itt állnak ezek a statisztikusok, valami ládákat cipelnek, és azért, mert mindig hatalmas mennyiségben állítottak elő statisztikai kérdőíveket. Ezek vannak itt. És voltak igényeik, hogy ezeket a kérdőíveken lévő adatokkal valamit kell kezdeni. Hogyan fogalmazták ezt meg? Megmondták, hogy kellene nekik egy táblázat, amelyikben ezek az adatok így és így felgyűjtve jelentkeznek. Hát úgy, ahogy ma is látunk statisztikai táblázatokat. Mi történt ebben? Két irányba ment a dolog, volt egy ilyen tervező társaság, szervezőknek hívták ezeket az embereket, akik megcsinálták ennek a művelettervét. Miről is van szó? Az, hogy a kérdőíveken lévő adatokkal csináljunk olyan, milyen manipulációkat csináljunk, hogy a kívánt táblázatok készüljenek el. Egy ilyen tervet. Ez a terv, most mondom, ez folyamatá terv volt. Tehát az volt, hogy először csináljuk ezt, aztán ezt, aztán ezt, tehát egy folyamatban elágazása sem nagyon volt ezeknek a terveknek, ez egy ilyen egyenes folyamat terv volt. Ezt szeretném itt bemutatni, hogy ez hogy nézett ki. Az első lépés az volt, hogy csináltak egy úgynevezett kártyatervet. A kártyaterv az azt jelentette, hogy a kérdőíveken lévő adatokat szépséges hölgyek belelyukasztották lyukkártyákba. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy úgy hívták ezt, hogy kisgépterem. Muszáj, el kell mondom egy pici történetet erről a dologról.
100-150 hölgy ült egy nagy teremben. Az akkori erkölcsi felfogás szerint nadrágot egyik se viselhetett, körmének rövidnek kellett lenni, a haját nem festhette, de a körmét nem lakkozhatta, és így tovább egy csomó ilyen. Ott ült egy 100-150 ilyen hölgy. Tessék elképzelni egy jóképű műszerésznek, hogy ez milyen a paradicsom volt. Szóval elkészültek a lyukkártyák, bekerült a raktárba. A raktárból, a raktár az ma az adatbázis. A lyukkártyák pedig a rekordok az adatbázisban. Ezeket rendezték és összeválogatták különböző módon. Nem hiszem, hogy itt most lyukkártya tanfolyamot tartanánk, hogy ez belemennék a részleteibe. Miért kellett? Összerendezték az azonos ismérvű, nem sorszámról van itt szó, az azonos ismérvű kártyákat, az egyformákat. Tessék egy raktárra gondolni, összerakták annak a hónapnak az összes bevételi adatait, méghozzá ilyen csoportokba, ugye az első volt az egyik raktári tét áru, a másik raktári áru, és így tovább. Az előző havi összesítést pedig ezzel a válogatógéppel hozzá válogatták. Ezek kerültek a táblázógépekhez, természetesen vissza az adatbázisba, most már rendezett adatok. Belekerültek ebbe a táblázógépbe, itt egy táblázógép, amelyik miből állt, egy kártyaolvasóból, sok-sok mechanikus számlálóból, nyomtatóműből és kapcsolótáblából. A kapcsolótáblán kapcsolták össze. Itt a gép szélén látható, nem tudom, hogy innen látszik-e, egy ilyen kis rudazat áll ki, azt hiszem ez a, itt egy rud. Ez ott a lelke mindennek. Azért, mert erre rátettek egy kurblit, és az egész gépet szinkron lehetett forgatni. Minden szinkronból működött. Amikor a kártyán az ötös lyuk állt a érzékelőnél, akkor a számláló úgy állt, hogy mintha ötös szám állt volna benne. A nyomtató úgy állt, hogyha ráütött volna egy kalapács a szerkezetre, akkor egy ötös számot írt volna ki. Tehát minden egy szinkronban működött. Ez azért érdekes, mert ma ezt a szinkronitási igényt teljesen elfelejtettük. Hogyan lett ez az egész dolog? Úgyhogy itt alatta látható a Bull Gamma-nak egy képe, amelyik hozzákerült csatolva ehhez a géphez. Ebben a gépben volt néhány memória, meg kiterjesztett utasítás készlet. A táblázógép mit tudott csinálni? Összeadni, kivonni. Ez pedig sok más műveletet is. Sebesség változott? Nem változott, mert a kártya szinkron sebesség volt. Mi lehetett? Az, hogy két kártya között sokkal bonyolultabb, sokkal több műveletet lehetett elvégezni. Ez már egy kicsit megváltozott a második generációs gépekkel, ez itt egy Univac gép, amelyiknél ez a szinkronitás már teljesen eltűnt, lett ennek belső memóriája, ez egy nagyon lényeges a dologban, amelyik bújtszott, hogy az első menetben a programot beolvasták lyukkártyáról, a második menetben az adatot beolvasták, ha volt elég tárolóhely, a harmadik menetben elvégezték a feldolgozást, és a negyedik menetben kinyomtatták. Itt nem hiszem, hogy itt különösebbet mondják, ez Ormai Laci ezt elmondta, hogy mi is történt. Én talán azt mondanám, hogy a KSH elnöke 1961-ben annyira beleőrült ebbe a dologba, amit folyt, hogy úgy gondolta, hogy egy legjobb munkatársára és barátjára fogja rábízni ezt az egészet. Úgyhogy is így szakadt Pesti Lajos nyakába ennek az egész dolognak az irányítása, ami aztán kiterjesedett. Ugye ezt hallottuk ismét, ezt a dolgot. Problémái voltak ennek az időszaknak. Az volt a problémája, hogy minden adat ilyen papírdarabokon volt. Elindult egy folyamat, az offline konverzió, az azt jelentett, hogy a lyukkártyákat, lyukszalagokat elkezdik felolvasni mágnes szalagra, és utána a mágnes szalaggal már lényegesen gyorsabban lehetett dolgozni. Szeretném megmutatni körülbelül, hogy
hogy ebben a korszakban hogy is álltak a gépek. A 1959-ben érkezett Magyarországra két Bulgamma 3. Most a nyugati importokról van, egy másik táblázat lesz a szocialista gépekről. 1960-ban nem érkezett gép, 61-ben egy harmadik Bulgamma érkezett az országba, és 62-63-ban érkezett az első olyan számítógép, ez a Elliot 803, sajnos a képeit nem, helyett csak a felirat van. Érkezett egy első olyan gép, amelyik már nem lyukkártyagépet kiegészítő eszköz volt, ez az Elliot. Utána meg ismét érkeztek ezek a második generációs univekek, amelyek szintén lyukkártya technikájú gépek voltak. Aztán a Gír 65-ben, és hát egy különleges egyetlen egy szál gép, ez az LGP 21, én sajnos elég keveset tudok, került az Akadémia kémiakutatójába, és a MOM-hoz meglepő módon egy gyárba, ami nem volt szokás ebben az országban, került egy Zuse gép. Aztán elkezdődött ez a megváltozott a világ, és valahol itt, 66 után kezdtek igazából számítógépek kerülni az országba. A karakteres IBM 1440, a szó működésű 1900-asok, és aztán még valahol közben beérkezett egy 1050-es univac is. Hogy miért pont ilyen és ilyen gépek jöttek, Orbai Laci elmondta már, amire lehetőség volt, amit ki lehetett ügyeskedni. Az IBM nem szállított gépeket, ezért visszamondták az összes táblázógépet, lyukasztógépet és így tovább, rendezőgépeket, tehát a Hollerith gépeket az IBM-nek, erről például ez egy történet volt, hogy erőszakolják az IBM-et. Erre merészelt adni egy IBM 1440-es gépet. Szocialista gépek. Előre bocsátom, nem nagyon tudok az Ural 2-kről. Keveset, ott egy kérdőjel is van. Amit én itt lényegesnek tartok, az tulajdonképpen az Odra gépek, amelyik az ICL 1200-asnak a szabadalma alapján Lengyelországban gyártották. Az első olyan értelmes gép volt, amelyik igazából ebben a körben említésre méltó. Muszáj egy szót mondanom még a Razdanról is, az azért említendő, mert ez egy katonai célú eszköz volt, aztán végül felszabadították polgári használatra, és így került az országba, tehát ez egy jobb volt ezek között. Muszáj még megemlítenem a Minszket, azért, mert a hazai KSH irányú szellemi fellegvárnak a tanuló eszköze volt Bálint, ugye? A Minszk. Nincsen idő erre, hogy beszéljünk a szoftverekről, pedig szívesen váltottam volna néhány szót erről a dologról. Tudjuk, hogy egyetlen egy dolgot említenék meg, hogy kezdetben itt Magyarországon is a gépeket ismertették, és mindenféle mnemonikus gépi kódokat tanítottak, és már nagy szám volt, amikor assemblerről is lehetett beszélni. Mégis ez a korszak egy új tudományt hozott, csak itt a szoftver területén, tessék megnézni, ott fölírtam néhány szót és kifejezést, ami soha azelőtt nem volt használatban, most igen. Ezeket ma mindannyian tudjuk, ezeket a kifejezéseket. Szándékosan angolul írtam, mert nem is tudom, hogy van-e kellő magyar nomenklatúra ennek. Az első magyar nyelvű számítástechnikai nyelvkönyv 1970-ben jelent meg, a Lőzs Gyuszinak az Algol 60-ról írott könyve. Hát és itt az összefoglaló táblám. A 67-ben
1967-ben 45 darab számítógép volt Magyarországon. 68-ban 65, 69-ben 86. Hát ezeken a gépeken dolgoztunk, ezeken szenvedtünk, élvezkedtünk, és így tovább, ki a saját egyénisége szerint. Egy apró megjegyzést hagyd tegyek, hogy 1967-ben Ausztriában 200 darab számítógép volt, Hollandiában 600, most a többiről ne beszéljünk. Mi is a lényeg ennek a dolognak? Tehát még egyszer, nem jót, rosszat, meg elmaradottságot, meg nem tudom, miről szeretnék, miatt idézem ezt, hanem azzal idézem, hogy ezzel főztünk, ezen éltünk, ezeken tudtunk dolgozni. A gazdaság, a szocialista gazdaságnak a jellemzője volt egy központi felfogás, ebből következőleg a hiánygazdaság. Miért is mondom ezt? Azért, mert egészen addig, míg az országos ügyvitelgépesítési felügyelet, vagy bármelyik része, vagy a minisztérium, vagy bármelyik hivatal el nem döntötte és el nem intézte azt, hogy egy gép legyen, addig nem volt gép. Ugye, ebből következik, hogy az igények előbb voltak, mindig sokkal előbb voltak az igények, és hosszú ideig vártak az igények, amik kiszolgálást nyertek. Ezt úgy hívjuk, hogy hiánygazdaság, közgazdászok így hívják. Az adatokat, amiket itt felsoroltam, azt a muszáj megemlítenem, 1968-tól két évente megjelent úgynevezett számítástechnikai évkönyv a KSH gondozásában, aztán később már újabb más írások is megjelentek, de erre most erről nincsen mit beszélni. A hiánygazdaságra ez a pirossal fölírt szöveg a jellemző. Tehát arról van szó, hogy megint ugye évkönyvi adat, 500 felhasználó volt, akik szerettek volna, vagy hozzá is pontatlan vagyok, akik hozzáfértek a 100 adatfeldolgozó központnál számítástechnikai erőforrásokhoz. Ezt már említettem, hogy ez volt a lehetőség az oktatásra. Hogy milyen könyvek meg írományok jelentek meg, ez is az évkönyv ezeket is tartalmazza. Mi is volt a szakembereknek a sorsa? Itt, akik itt ülnek, azok javarészt. Hát autodidakta módon képezték magukat, mert hát nem volt miből, nem volt oktatás, olvastak, csinálták a gépen, annélkül, hogy tudták volna, és így tovább. Én is ezek közé tartoztam. Picit másabb volt a helyzet a szervezőknek a világában, akik hamar rájöttek arra, hogy a folyamat szervezés, említettem a lyukkártyás feldolgozás az egy folyamat, rendszerű feldolgozás volt. Rájöttek arra, hogy rendszer szemléletben kell gondolkozni, és ezt az átállást, ezt igyekeztek könyvekbe, számos szervezés technikai szakkönyv jelent meg ebben a témakörben. A korszak úttörői véleményem szerint, hol tanultak, vagy tanulhattak, külföldi cégek tanfolyamain. Ugye oda került egy számítógép valahova, akkor lehetőség volt néhány embernek annak a cégnek a tanfolyamain részt venni, és rájött, hogy ezek a gépek, ezek a számítógépek, ezek nem technikai eszközök, hanem logikai eszközök inkább. A technikai is, ugye a technikusoknak csak meg kellett javítani. De hát már akkor is az a divat járta, hogyha valami elromlott, akkor kicserélték. Tehát nem megjavították, hanem inkább kicserélték. Nagy káosz volt, ami nagyon remek, jó dolog. Sokféleség volt. Többféle gép volt, ahány annyiféle gép volt itt az országban, ahány darabja annyiféle módszer, annyiféle technika volt, és minden egyes szakember az egy külön érték volt ebből a szempontból. Én ennek csak tessék arra gondolni, hogy először úgy neveztük ezt a világot, hogy kibernetika. Kibernetikai gépek, Nemes Tihamér, Tarján Rezső. Aztán rájöttünk, hogy ez a kibernetika nem kibernetika fenét. Azért nem,
mert ugye a kibernetika az kormányzás, szabályozás, vezérlés, stb. Kitalálták ezt a dolgot, rájöttek a Műszaki Egyetemnek a tanárai, vezetése, ugye is picit korábban létrejött a villamosmérnöki tanszék, aztán lett már mérési, szabályozási tanszék, azért, mert kiderült, hogy az a kibernetika világa. És akkor bedurrant a dologba, hogy ez egyik helyre se fér bele, a számítástechnika. Hát, és az odrával később ezek az eszközök. Elindult az egész világban egy egységesítési folyamat, ezt szeretném még ebben kapcsolatban megemlíteni. Ennek a korszaknak a végére a szocialista világban ugye létrejött az SKFP, majd annak eredményeként az ISR rendszer, ami épült pont az egész számítástechnika világméretű egységesítését kiváltó IBM 360-as rendszerre, amit ma így nagyon egyszerűen így fejezünk ki, de tessék emlékezni az ICL System 4-re, a Siemens 4004-re, hogy majd csak gépeket emlegesek, ezek mind ennek a szabványvilágnak az eszközei voltak. Tehát itt egy összefoglalóan beszélünk csak arról, mert hát ez lett a legtöbbet használt gép, az IBM 360, és ez lett az ISR világnak is a mintaképe. Tehát létrejöttek egységesítés ezernyi területen ebben. A műszaki óriási megbízhatóság lett, tessék elképzelni, az integráltságból az jött ki, hogy rettenetesen, jelentősen lecsökkent a kábelek száma, a csatlakozóknak a száma. Megérte most már az összes csatlakozót aranyozni. Mi történt? Hát nagyságrendekkel megnőtt a műszaki megbízhatóság. Aztán megegyeztünk a kódokba, már nem beszéltünk össze-vissza mindenféle kódrendszerekről, elkezdődött az egységesítés. Ugye, hát ebben ma is vannak mindenféle kalandok, de hát soha egyforma megoldás úgyse lesz, mert például a francia kódokat nem lehet a spanyolokkal összekeverni, hogy példát mondjak. Nálunk egy nagyon fontos tényezőnek tartom az, hogy létrejött a Neumann Társaság. Végre ilyen mindenféle különböző társaságtól, nem, ha jól emlékszem, Ajot például, akkor a Metezbe különböző társaság, mindenfelé voltak a szakemberek, mindenki valamerre szana szét, és lett végre egy olyan fórum, ami a szakembereket összefogta egy kupacba. Ez lett 68-ban a Neumann Társaság, és azóta a számítástechnikai évkönyvet a Neumann Társaság adja ki, nem tudom, hogy most is így van-e. Ezt szerettem volna elmondani.